Na halihó, sziasztok, Babics Laci vagyok, és ugye ez a februári vlog. És hát ugye ez ugye a 100. videó. Ez ugye azért is nagyon-nagyon fontos, mert ugye én erről nem tudtam, hogy ez lesz a 100. videó. Szóval hogy megkeresett Váradi Ferenc az FM 90 Campus Rádiótól, hogy csinálja velem egy interjút, hogy mint debreceni, hát youtuber. Én ugye nem szeretem ezt a szót, de attól függetlenül debreceni youtuber, hát most ez van. És hát előtte ugye beszélgetünk nagyon-nagyon sok mindenről, és amikor elkezdődött ugye a rádió felvétel, akkor ugye rákérdezett erre, hogy ugye készül a jubileumi 100. videó, hogy készülök-e valami különlegessel. És akkor így mondtam, hogy persze, természetesen. Attól függetlenül nyilván ott esett le, hogy ez lesz a 100. videó. És úgy gondoltam, hogy akkor tényleg készülök valami különlegessel, de hát nyilván kevés idő volt rá, úgyhogy nem nagyon sikerült. De úgy gondoltam, hogy akkor... Ugye, amikor a Babics 25-et forgattam, ugye Kocsis Ferivel, Seres Dáviddal, Tóth Vikivel, akkor ugye azért voltak kivágott jelentek, és ebből pár részletet így úgy gondoltam, hogy belerakok majd ebbe a videóba. Úgyhogy, hát nézzük meg amúgy, mivel készültem, és akkor utána még egy kicsit tárgyalunk arról, hogy mi a helyzi. Nem. Befögés mindig kivágok belőle. Hang forog? Oké, érzéken forog? Mehet. Akkor lecsapom. Hallatszódott? Igen. Meg volt a márkit, haladjunk. Szóval, február 21-e van, szerda, este 10 óra. Mehet. Név bemutatkozás. Valami kedvesebben, vagy ilyenek. Kedves Babics úr, légy szíves, mondd el a neved, és mutatkozzál be. Tényleg azt gondoljál? Nem. De kurva nehéz lesz ezt komolyan venni. Szóval február van. Már egy ideje. És nem arról van szó, hogy nem vlogolok. Ami valamilyen szinten azért igaz. De inkább arról szól, hogy én, mint bűvös gyökér, felveszek valamit, és ahhoz rögzítek telefonnal is anyagot. És utána hülye vagyok, és leformázom, mert hogy mostanában, ugye mert nekem Sigma FP-n van a két Red, meg amúgy Blackmagic 2,5K Production Cinema kamera, így jó lesz. Így emiatt, ugye, sokszor a D4-jel szoktam videózni. Meg azért, mert hogy Lukás nagyon-nagyon utálja a Nikonokat, és ezért gondoltam, akkor használjuk már egy kicsit. Na és az a lényeg, hogy a Nikonnal videóztam mostanában, mert könnyebb volt elvinni, főleg olyan helyekre mentem, hogy tudtam, hogy fotózni is fogok, és akkor mellette csináltam valami videót, és akkor nem vittem magam a plusz kamerát. Voltam egy olyan rendezvényen, egy olyan utam volt, amiről meg nem beszélhetek, mert hogy Budapesten voltam, és nem lehet róla sajnos beszélni. Úgyhogy ez az elkövetkezendő időszakban, hogyha az NDA az felröppen róla, akkor majd arról is fogok beszélni. Na de a lényeg igazából az, hogy mostanában azért volt mire nézni. Emiattem nagyon készültek videók. Együnk. Na szóval, mire iszunk? Nagyon-nagyon egyszerű, hogy mire iszunk. Ugyanis azért sem nagyon voltak mostanában új videók, mert hogy más elfoglaltságom volt, maradjuk így. Megismerkedtem egy hölgyeménnyel, és hát minden maradék időmet vele töltöttem. Meg nem volt kedvem. És igazából én mindig is ezt mondtam, és nagyon sok ember lebaszott érte, hogy milyen nincs rendszeres videó, meg milyen nem viszik, fozik. Mert én ezért csinálom ezeket a videókat, mert én élvezek videókat készíteni. Én élvezem azt, hogy olyan témákról beszélhetek,
amik az embereket érdeklik. De nem mindig van hozzá kedvem, és amikor nekem nincs hozzá kedvem, akkor én fogom magamat ráerőltetni arra, hogy én videót csináljak, mert akkor megdöglik az egész, akkor pont az veszik el belőle, ami nincs értelme. Videókat csinálom, mert nem azért csinálom, mert szeretem, hanem mert hogy muszáj. És nem azért csinálom videókat, mert muszáj, azért csinálom, mert nagyon-nagyon szeretek videókat készíteni az embereknek. Úgyhogy igazából így, mivel most így sokkal jobb dolgom volt, így azzal foglalkoztam. Kurva meleg lett. Fogy Mi a foglalkozásod? Gyermekgyártó kisiparos. Jó, na, még egyszer, na. Na, mi az igazi foglalkozásod? Szűzoltó. És hogy indult ez? Ebből majd egy ilyen lakipar elég. Persze, meg lesz. Február 22 csütörtök. De nem volt ketchupom, így nem főzőcskéztem, viszont nem mentem el a boltba se ketchupot venni, hanem úgy gondoltam, hogy pácolok egy kis húst, és páncolt húst fogok sütögetni. Úgyhogy... Szóval... nem tudom, hol tartottam tegnap. Mindegy, szóval az a lényeg, hogy most nem voltak videók, mert hogy nem volt hozzá kedvem. Ami szerintem egy teljesen normális és standard dolog, hogy az ember akkor csinál videókat igazából, amikor kedve van. De hát ez ilyen, ezt most el kell fogadni, hogy néha válni kell egy kicsit egy videóra, mert az emberek nincsen hozzá hangulata. Itt vagyok, meg közben nagyon-nagyon sok projekt megy igazából, amiatt is nehéz, mert hogy olyan sok mindent csinálok közben. Itt most arra kell gondolni, hogy van nagyon-nagyon sok projekt, amiről igazából nem nagyon lehet beszélni. Mert olyan jellegű, mind filmekkel kapcsolatban, mind egyéb forgatások. Amiket nyilván én nagyon-nagyon sajnálok, hogy nem beszélhetek róla, de hát ez sajnos ilyen. Meg ugye megszerveztünk most ugye az első fotós és videós garázsvásárt Mocsári Ádámmal, a Atomic Media vezetőjével, meg ugye a Telekom Crafttal közösen. A Telekom Craft adta a helyet és a korlátlan kávét, és Ádámmal kettővel megszerveztük a mutatványt, ami szerintem tök király volt. Nagyon-nagyon tetszett nekem. Meg az embereknek is nagyon tetszett. Nyilván ebből az egészből adódott az, hogy mivel szerveztünk egy garázsvásárt, hogy hát kevesebb pénzzel mentem haza, mint amennyivel elmentem oda, attól függetlenül, hogy elmentem egy murék tucat. De hát ez nyilván benne van a dologban mindig, hogy vásárolunk dolgokat is. Ja, nekem is ez egy nagyon-nagyon fontos része annak, hogy fenntartsam a vállalkozásomat, hogy fenntartsam a videós, hát nem azt mondom, hogy videós cégemet, mert hogy nem feltétlen videós cég, de hogy működésben maradjon az egész, hogy mindig frissíteni kell a felszerelést, mindig frissíteni kell, mindig nyitni kell új dolgok felé. Például tettem egy kamerakránt, tettem egy karmaszálas kránt. Volt rá szükségem? Hát úgy rohadtul nem, mert hogy van egy drónom is igazából, de mindenhol lehet drónozni, volt pedig drónkránozni. Úgyhogy nyilván voltak ilyen dolgok, amik nem feltétlen kellettek meg. A legviccesebb az egészben az volt, hogy jött egy bácsi. Éppen elrendeztem mindent, mert hogy elbasztam, én csináltam a regisztrációs feladatot, és elbasztam. És nem tudtam, hogy le lehet zárni a regisztrációs felületet, én csak simán kitöröltem a regisztrációs linket.
Igen, kitöröltem a regisztrációs linket, és úgy voltam vele, hogy jó, hát innentől már úgyse tudnak regisztrálni az emberek. Hát de mi történt? Valahogy megoldották, és megregisztráltak. Ami kurva nagy probléma volt, mert nem volt több asztal. Nagy nehezen ugye jöttek Fejes Marci, Trilightfoto stúdióból, ott annak egy Marci, meg vannak még az asztaljaitok. Mert rohadtul kéne nekem asztal. Fú, rendben, akkor visszünk. Jó, rendben, akkor hozzatok, én nagyon-nagyon boldog vagyok miatta. És így végül is a Trilight stúdióval közösen megoldottuk. És akkor jött egy bácsi, hogy ő nem regisztrált, de látta, hogy van ilyen, és szeretne árulni. Én látom, hogy ezt nem fogjuk tudni megoldani, és úgy utálok ilyeneket, ilyen embereket, hát elküldeni végül is, úgy nézzük. És akkor mondta, hogy hát neki csak egy fényképezőgépe lenne egy vakuval. Jártam, milyen fényképezőgép? Hát egy Zenit. Láttam, hogy jó, mennyiért szeretnél adni? Hát ő 12-re gondolt. 10? 11. Oké, 11. Odaadtam a bácsinak 11 ezer forintot, és mondtam neki, hogy sajnálom, tudok azt adni, ez a legjobb, amit tudok adni neki. Igazából boldog volt nagyon a bácsi, hogy eladta, és nem is kellett várakozni, meg semmi. Aztán pedig fogtam, és kinyitottam a fényképezőgépet, és hát nyilván ez Zenit E, vagy 12XP, nem is tudom már, ez Zenit gép volt. És volt rajta egy Helios objektív, ami ugye az eredeti KMZ gyárba készült, 2411-es sorozott számmal, és így álltam, hogy ezt megtartjuk. Egy nagyon korai Helios objektív volt, és gyönyörű szép állapotban volt még hozzá. Úgyhogy én kifejezetten boldog vagyok miatta. Bár ugye én leálltam az M42-es objektívekkel, de attól függetlenül macskák dobálni jóhoz. Mi az, amit így tudsz üzenni azoknak, akik nézik ezt az egészet? Most itt tényleg ez a kérdés, ez így magába foglalja azt, amit... Aha! Hogy mi az üzenetem azoknak, akik ezt nézik? Ne haragudjatok. Tényleg? Sajnálom, hogy végig kell szenvedetek ezt a szart. Szóval mi az üzenetem azoknak az emberek, akik nézik ezt a videót? Iratkozzatok fel. És nyomjátok meg a haranggombot, hogy értesüljetek a legújabb tartalmakról. Akkor ne legyünk ennyire negatívak. Mi a szépsége ennek a szakmának? Már most ez így elég negatívan hangzik, és így... Aki a fasz mondta, hogy pozitív lesz az üzenete a filmnek? Jó, szóval erről azért nem volt szó, hogy pozitív lesz, jó? Jó, szóval nem, ez nem egy pozitív sztori, jó? Szóval reggel még egy marék aprón volt. Nem, hát reggel még egy marék aprón volt. Ez nem egy happy ending sztori még mindig. Szóval ez még mindig szar, meg fos. Azt tegyük hozzá. Szóval ennek nem lesz pozitív visszajelzés ennek a videónak, mert nem az. Amikor Kocsis Feri is rám ír, hogy mi újság? Hát semmi, hogy vagy? Hát meg vagyok. Mi a baj? Hát mi lenne, bazd meg? Szar az élet, elköltöttem egy tonna pénzt. Sok szarra. Azt megkérdezi, hogy mi a baj? Geci. Én kérlek itt felfedezni valami gyűjtői magatartást is ebben az egészben. Miért? Gyűjtői magatartást. Mi? Most adtam el két kamerát, hagyjál már. Nem gyűjtögetni. Gyűjtögetném, akkor gyűjtögetném. Akkor te sem mennél ki az E62-vel, mondjuk még lehet, de... Gyere, üssük le. Van egy rekes söröt kint. Egy hatos pak, gösszer. Még egy párat dobjuk hozzá. Diópálinkát szeretett. Viszkis vagyok. Van egy üveg viszki. Hoppá, jó. Meg vagyunk szerintem. Figyelj, a sorrendiséget azt meg majd úgy is lehessen el. Hú, igen, a szopás. De ez mennyi lett a felvétel? Hát figyelj, még várunk egy fél percet, aztán meg van a helyben. 40 perc? Keci, 21-nek kéne lenni az egész videónak. Bejövök még ide egy kicsit, üzni, bohóz. Ja, gengelni egy kicsit. Szerinted éles volt? De volt éles. Jó. Most kapsz egy jó masszást. Bazd meg, az kurva jó lesz. Josh, lelőheted a hangot amúgy. Na, én meg lelőlem, hogy ebben valóban. Akkor nem masszírozol meg? Ja, ez volt az. Azt meg. Még szarul is esett. Igen? Mehet akkor ez? Mehet, persze, fel. De jó, hiszem. Ah.
Na és hát ugye nagy vonalakban ez történt ugye az elmúlt, hát ugye 4 hétben. Már nagyon-nagyon sok minden, ugye felszerelésbővítés, felszerelésvásárlás is volt, ugye ez még folyamatban van, ugye új projektek, ugye Neon Hall zenekar, 3 videóklip, ezen kívül ugye nem sokára lesz egy premierünk, azt nyilván van a márciusi videóban, ez benne már nyilván márciusi premier, de hát nagyon-nagyon király. És ugye ezzel a videóval együtt, ugye most csütörtök van, és 6 órakor jelent meg emeltek a videó, és 6 óra 10 perckor pedig ugye az FM 90 Campus Rádióba, ugye elmegy az interjú, ami készült velem. És tök király. Viszont nyilván nem tudtam úgy beidőzíteni, hogy megnézik az emberek, utána átmennek a Campus Rádió, meg egyéb ilyesmi, hanem amikor a felvétel elérhető lesz, akkor azt majd a videó leírásába be fogom tenni, és meg tudjátok majd nézni, meg hallgatni. Inkább hallgatni, mert rádió, szóval, hogy... ami még igazából ugye fontos, hogy amiben már beszéltem a videóban is, hogy volt egy-két olyan tévés dolog, amiről nem beszélhetek, mert ugye NDA alatt van, az remélhetőleg majd a márciusi videóban már benne lehet, nagyon-nagyon remélem, tudj a faszom. Nem rajta múlik sajnos, hogy megjelenik a videó, vagy nem. Valamint ugye márciusban még lesznek projektek, mert most nálam van egy Greenjoy anamorfik objektív sor, valamint ugye elkezdjük szervezni a második fotós és videós garázsvásárt. Úgyhogy nagyon-nagyon király lesz, nagyon-nagyon faszatok lesznek. Meg ettől függetlenül ugye vannak dolgok, amik nálam vannak, azért, hogy elvigyem a garázsvására, amiket nem sikerült eladni, úgyhogy most elérhető egy ragadt szar, amit most eladok, meg ismerősök rám bíztak, hogy adjam el. Úgyhogy ha akartok valami faszatot venni, akkor Facebookon nézzetek meg a hirdetéseimet, mert van egy tonna szar, majd szintén berakok a videó leírásába, és hogyha valami érdekesség van, akkor szóljatok és vegyétek meg. Valaki ilyen random cuccok, hogy Red Komodo akkumulátor, ami ugyanaz, mint a Canon C100E, vagy például Canon LPE6-os töltő, vagy például Meatbox lesz eladó, most meg ilyen szarok. A Godox monitorom eladó például, mert vettem egy Filwordot helyette, van egy Zekem eladó, amit így nagyon-nagyon sajnálok, hogy eladó, csak nincs pénzem rá, hogy megvegyem, úgyhogy muszáj lesz eladni. Nyilván megkérte egy ismerős, hogy adjam el, szakad a Tibi. Úgyhogy vegyetek egy rakat szart, gyertek és vegyétek meg a sok cuccot. És hát nyilván, hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, még minden egyéb ilyen szar. És márciusban találkozunk. Meg nyilván megpróbálnak majd rendes videókat is gyártani, csak nyilván nagyon-nagyon nehéz úgy, hogy az embernek van egy barátnője, akivel nagyon sok időt kell tölteni. Mert nyilván igényli, úgyhogy nyilván tök jó. Úgyhogy csá. Ez nem szép, hogy rám kened. Már átkentem 2 a videóba. Ennyi, kész. Ezért a videóért kellett ennyi sok szart pakolni.